Ilyenkor karácsony környékén hatalmas a készülődés. Díszíteni kell, sütni, főzni, takarítani, disznót vágni, és ezek mellett semmire sincs ideje az embernek. Ám amikor eljön a nagy nap, a sok munka meghozza gyümölcsét, jól érezzük magunkat a családunkkal, szarásig esszük magunkat, majd leülünk a kanapéra, és nézzünk valamit. Na de mit? Sokan vannak, akiknél már hagyománya van a karácsonyi filmnézésnek, és minden évben ugyanazt nézik meg, ám vannak olyanok, akik szeretnek kísérletezni, és sok karácsonyokat rontják el rosszabbnál rosszabb filmekkel. Na de mit tehet olyankor az ember, mikor nem szeretné ugyanazt nézegetni minden évben, ám mégis valami megszokottat szeretne látni, ami arra biztosíték, hogy nem csak pazarolja az idejét. Ilyenkor jönnek elő bizonyos sorozatok vagy filmek karácsonyi különkiadásai. Nos, ezekből is rengetegféle van, vannak az olyan epizódok, melyek az eredeti sorozatot kicsit félrerakják, ugyanis nem akarnak a történetbe belerondítani, inkább egy különálló sztorit mesélnek el, amit akár ki is hagyhatsz, ha éppen maratonozod a sorozatot. Aztán vannak az olyan epizódok, amelyek ugyanúgy folytatják a történetet, és a karácsony mint téma a háttérbe szorul. Én nem vagyok híve ezeknek a részeknek, mivel ha mondjuk nyáron meg szeretnél nézni egy sorozatot, elég furán jön le, ha július közepén egy karácsonyi epizódot is végig kell nézned a történet folytonossága miatt. Karácsonykor meg nem akarsz megnézni egy teljes évadot, csak azért, mert van benne egy karácsonyi epizód. Nos, szerencsére nem csak a sorozatok esetében vannak ilyen kis spin-off epizódok. Az általunk nagyon szeretett képregények között is szerepel rengeteg karácsonyi rész, és ezeknek a 99%-a nem kapcsolódik a fontosabb történetekhez, így ezek is önállóan élvezhetőek. Mind a DC, mind a Marvel esetében majdnem minden évben, majdnem minden füzetsorozatnak van egy karácsonyi száma, amelyek sokat veszítenek a komolyságukból és inkább humorosabb hangvételt kapnak. Nekem egyik kedvencem például a DC Rebirth Holiday Special, melyben a jók és a rosszak együtt mesélnek el karácsonyi történeteket, melyek különböző íróktól és rajzolóktól származnak. A Marvel házatáján ilyenkor a Mikulás dominál, róla már egy videóban is beszéltünk, hogy ő egy mutáns, aki sokszor álnéven figyeli a hősöket, vagy ami még gyakran előfordult, hogy gonosz karakterek Mikulásnak öltözve gonoszkodnak. Nos, a mi csatornánk viszont nem bővelkedik ezen történetek bemutatóival, mivel nem igazán nevezhetőek teljes értékű történeteknek. Valamit viszont mindenképpen szeretnénk nektek adni. A komment szekcióba írd meg nekünk, melyik az a karakter, történet vagy téma, amiről szeretnéd, hogy beszéljünk, vagy ha már látod ott a kívánságodat, akkor szavazz rá egy lájkkal, és amelyik a legtöbb lájkot kapja, azt mi a szünet folyamán megpróbáljuk elkészíteni. Szóval irány a komment szekció, és írd meg nekünk, mit szeretnél tőlünk legközelebb látni. Persze, normális keretek között. Nem fogunk élőben inni. Most viszont mi, ahogyan ti is, elmegyünk karácsonyozni, és majd az ünnepek után megnézzük, hogy kinek a kívánsága nyert. Addig nyugodtan írjátok le. Legközelebb találkozunk, addig is kellemes ünnepeket!